Köszöntöm Önöket! A Campusta Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazinját látják. Üzbég egészségipari partnerrel állapodott meg a Debreceni Egyetem. A gyógyszerész tudományi képzések üzbegisztáni bevezetéséről, valamint közös oktatási, kutatási, fejlesztési programok támogatásáról állapodott meg az intézmény az üzbég kormányzattal. A Debreceni Egyetemre, mint tudásbázisra számít a külföldi partner. A Debreceni Egyetem jelentős oktatási-kutatási tapasztalatokkal rendelkezik a gyógyszertudományok területén. Évek óta az intézmény vezetésével működik az ország egyetlen gyógyszeripari klasztere. Az üzbég partnerek erre az ipari szereplőkkel meglévő egyetemi együttműködésre figyeltek fel, amely kivételesen jó alapot nyújt ahhoz, hogy a Debreceni Egyetem sokrétű tudásával segítse az üzbég gyógyszeripari fejlesztési tervek megvalósítását. Nem egyszerűen egy oktatási intézmény, hanem ipari folyamatokhoz szükséges oktatásban az egyetemnek elég jó hagyományai vannak, és ez emeli ki így az egyetemek közül a mi egyetemünket úgy, hogy egy ország iparágának a fejlesztésénél szükség van ránk, és ennek nagyon örülünk. A Debreceni Egyetem és az üzbég partnerek megállapodása kapcsán Szárdor Káriyev, az üzbég gyógyszerfejlesztési ügynökség vezetője hangsúlyozta, Üzbegisztánban dinamikusan fejlődik a gyógyszergyártás, ezért kiemelt jelentőségű a tudományos és oktatási együttműködés a Debreceni Egyetemmel. Mi szeretném rögtön beszélni a rezidíció научной части нашего сотрудничества при агентстве развития фарм-индустрии. У нас есть три исследовательских института по биотехнологии, по лечебным травам и по химико-фармацевтическим направлениям. A Debreceni Egyetem a magyarországi gyógyszergyártók számos kutatásfejlesztési projektjében részt vesz, és az ágazati szereplők komoly lehetőségeket látnak az üzbég gyógyszerpiac fejlődésében. Több mint 1100 milliárd forint az éves kibocsátásunk, aminek 80%-a kerül exportra. És itt jutunk most el oda, hogy miért fontos ez az egész megállapodás. Üzbegisztán a térség egyik legfontosabb partnere a hazai gyógyszeripar számára. A Debreceni Egyetemen jelenleg 7 üzbegisztáni diák tanul. Az együttműködésnek köszönhetően a jövőben növekedhet a Debrecenben tanuló üzbég hallgatók száma. Pilot kutató laboratóriumot hoz létre a Debreceni Egyetem. A létesítmény várhatóan 2023-ra készül el. A részletekről egy online projektnyitó rendezvényen számoltak be. A tervek szerint olyan kísérleteket végezhetnek majd itt a szakemberek, amelyek szükségesek lesznek a Debrecenben épülő nemzeti oltóanyaggyárban végzett munkákhoz. Tavaly júniusban tették le a Vezér utcai Innovációs Parkban a biotechnológiai pilot kutatólaboratórium alapkövét. Ha elkészül, így néz majd ki az intézet. Az online projektnyitó rendezvényen Pintér Ákos általános rektor helyettes elmondta, hogy a tervek szerint a laboratórium két részből áll majd, ahol vírus, illetve baktérium alapú biotechnológiai alapanyagokat fejlesztenek és állítanak majd elő. Nem csak előállít és fejleszt, hanem a kiszériás gyártás lehetővé teszi azt is, hogy ezeket az anyagokat, ezeket a biológiai hatású anyagokat, ezeket ki is próbáljuk a való életben. Azt hiszem, senki számára nem kell a magyarországi vírushelyzetet különösebben ecsetelni. Igazándiból oltó kapacitás az lenne, oltóanyag azonban nincs. Nincs elegendő mennyiségben, éppen ezért nagyon fontos a nemzetállamoknak az, hogy önállóan, saját lábra állva meg tudják teremteni azt a vírus, azt a vírusölő mennyiséget, vagy vírusölő képességet, amit a vakcinák biztosítanak. A rektor helyettes beszélt arról is, hogy a Debreceni Egyetemre jellemző a rendszer szintű gondolkodás, és ezt a pilot kutató laboratórium létrehozása is igazolhatja. Nagyon remélem, hogy mindennek eleget téve a legmagasabb világszínvonalú szabványoknak is, többek között a GMP-t, létre tudunk hozni egy olyan kettes szintű biológiai labort, amely el tudja végezni azokat a kísérleteket, amely majd szükséges lesz a nemzeti oltóanyaggyár kutató munkájához, illetve fejlesztéséhez, valamint a gyártáshoz. Domonkos Dávid, a Debreceni Egyetem Biotechnológiai Intézetének vezetője kiemelte. Fontos, hogy a laboratórium minél több funkciót és feladatot tudjon majd ellátni. Hozzátette, ez csak akkor lehetséges, ha a lehető legflexibilisebb technológiát és leginnovatívabb gyógyszeripari high-tech megoldásokat alkalmazzák. Sebők Katalin, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalati Innováció elnök helyettese projektnyitó beszédében az egyetemi tudásbázis fontosságáról beszélt, és hangsúlyozta, ennek hasznosításában a Debreceni Egyetem élen jár. Ez a projekt
egy nagyon jó példája annak, hogy mindannyiunk életében is konkrét és kifejezett, és hát fogalmazzak úgy, életbe vágó jelentősége van ezeknek a fejlesztéseknek, és ezeknek a tudásoknak, és ennek a tudásbázisnak a bővítésének és a fokozásának. A projekt, ami egy 4 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg, várhatóan 2023-ra készül el. Átadták a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kiváló dolgozója kitüntetést és jutalomdíjat. A Magyar Ápolók napján 10 egészségügyi szakdolgozó munkáját ismerték el. A dolgozókat a Klinikai Központ szervezeti egységei jelölték a díjra. Ezt követően a Klinikai Humánpolitikai Bizottság javaslatára a Klinikai Tanács támogatásával döntöttek a díjazottakról. Az elismeréssel a Klinikai Központ legkimagaslóbb teljesítményt nyújtó munkatársait jutalmazzák. Február 19-e az ország első főápolója, Kossuth Zsuzsanna születésnapja, amit 2014-ben nyilvánítottak hivatalosan a Magyar Ápolók napjává. A Debreceni Egyetem Klinikai Központjában minden évben ezen a napon adják át a jutalmakat. Az ünnepséget idén 7. alkalommal rendezték meg. 8 karon több mint 1000 tanárszakos hallgató tanul a Debreceni Egyetemen. Az intézményben több mint 30 szak kínál tanárképzést. A hallgatók országszerte 174 partneriskolában végezhetik el a szakmai gyakorlatukat. Emellett a Tanárképzési Központ mentor programjának részeként jelenleg 114 hallgató segíti a hátrányos helyzetű gyerekek tovább tanulását a megyében. Több mint 30 szak kínál tanárképzést részben közismereti, részben szakmai, művészeti szakirányban a Debreceni Egyetemen, ahol 8 karon több mint 1000 tanárszakos hallgató tanul. Véleményük szerint jó, hogy gyakorlatorientált a képzés. Szerintem a Debreceni Egyetemen nagyon jó a képzés, alapvetően a tanárszak nagyon jó itt Debrecenben. Azt tudnám elmondani, hogy nagyon gyakorlatorientált képzésünk van, 3 különböző gyakorlattal. Van egy összefüggő tanítási gyakorlatunk, ami egy évet vesz igénybe, van B-típusú gyakorlatunk, ami fél-fél évet vesz igénybe. A hallgatóknak ezen kívül a képzés alatt egy 30 órás közösségi pedagógia gyakorlaton is részt kell venni, ami lehet táboroztatás, vagy akár rendhagyó osztályfőnöki óra is. Barta Elek oktatási rektorhelyettes elmondta, a tanárképzés kezdettől fogva kiemelt terület a Debreceni Egyetemen. Ez azt jelenti, hogy mind szakmai tartalmát tekintve, mind pedig az iskolákkal kiépítendő partneri kapcsolatokat tekintve, különösen gyakorló iskoláinkra is gondolunk itt ebben, egy nagyon fontos stratégiai irányt jelölt ki magának az egyetem. Az intézménynek országszerte 174 partneriskolája van. A legfontosabbak számunkra a Debreceni Tankerület és a Debreceni Szakképzési Centrumnak a iskolái, de tartoznak ide a környező településekről, Hajdú-Bihar megyéből, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, de például érdemes megemlíteni, hogy Pest megyéből nagyon sok partneriskolánk van. 12 megyére terjed ki ez a hálózatunk. A hallgatók már a szakmai képzés kezdetétől hospitáláson vesznek részt az iskolákban. Az egyetem 2 tanári programot kínál, 4+1, illetve 5+1 éves képzéseket. Az egyik az általános iskolai tanárképzés, a másik a középiskolai tanárképzés. A plusz egy év az mind a két esetben egy összefüggő iskolai gyakorlatot jelent, ami azt jelenti, hogy a hallgató egy éven keresztül egy debreceni vagy egy Debrecenen kívüli partneriskolában gyakorol, és ott egy mentortanár segítségével készül a tanári pályára. Ezt még megelőzi egy úgynevezett B-típusú gyakorlat, ami a negyed éven, illetve az ötöd éven van a hallgatóknak, amikor a Debreceni Egyetemnek a 2 gyakorló iskolájának a 4 különböző intézményeiben egy egyetemi vezetőtanár, illetve egy ottani vezetőtanárnak a vezetésével sajátítja el a pedagógus szakmának a legfontosabb tudásanyagát. A szakirányú képzés mellett az egyetem hallgatóinak arra is lehetősége van, hogy részt vegyenek a Tanítsunk Magyarországért programban, amelyet a Debreceni Egyetemen a Tanárképzési Központ koordinál, és ahová bármelyik karról lehet jelentkezni. Ennek lényege, hogy a hallgatók mentorként segítik a hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket. Ehhez szükséges egy felkészítő kurzus, ahol képzettséget szerezhetnek. Erre idén 300-an iratkoztak be. Ezt követi az a fél év, amikor Hajdú-Bihari általános iskolákban, Hajdú-Bihar megyei általános iskolákban 3-4-5 általános iskolást mentorálnak, segítik őt az életvezetésben, a tanulmányaikban,
és próbálják őket abban segíteni, hogy az általános iskolát befejezve középiskolába kerüljenek, és hát reményeink szerint ugye vagy egy jó szakmát sajátítsanak el, vagy az egyetemre kerüljenek. A programban jelenleg 114 hallgató segíti a hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulását a megyében. Együttműködési megállapodást írt alá a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara és az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány. Ennek köszönhetően Ovi Sport pályát létesítenek és egy egyedülálló új szakirányú továbbképzést is indítanak. Ezen a területen hamarosan egy Ovi Sport pálya létesül itt a Hajdúböszörményi kampuszon. A Debreceni Egyetem és az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány a legkisebbek mozgáskultúrájának fejlesztése érdekében fogott össze. A közös együttműködés részeként az oktatáshoz szükséges eszközkészlet is a rendelkezésre áll majd. A közös munkáról február közepén írtak alá együttműködési megállapodást a felek. Ennek részeként nem csak sportpálya épül, hanem új szak is indul a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán, ahol jelenleg csaknem 1700 hallgató van. Közülük mintegy 600-an tanulnak óvodapedagógusnak. Van alapképzésben, ugye, akik még az első diplomájukat szerzik, és a pedagógus továbbképzésben pedig több mint 30 féle képzést kínálunk jelenleg. Ezt szeretnénk tovább bővíteni, és ez a mai nap is ezt a célt szolgálja, hogy minél több képzési lehetőséget biztosítsunk, hiszen azt gondoljuk, hogy egyrészt ugye a pedagógusok életpályamodelljében ez nekik is számít, mi pedig szeretnénk még több ismeretet adni, illetve hát a gyerekeket is elérni, mert azért ez róluk is szól, hogy szeressék meg a mozgást, és később egészségesebb felnőttek legyenek, illetve felnőtt korukban is mozogjanak majd. A most induló sportalapozó mozgásfejlesztő szakirányú pedagógus továbbképzési szak egyedülálló lesz az országban. A képzés időtartama 2 éves lesz. Itt olyan ismeretekre tehetnek majd szert a hallgatók, ami kifejezetten arra irányul, hogy a gyerekeket játékos módon vezessék be a sportolás és a mozgás világába. A legfőbb cél az az, hogy a gyerekek megszeressék a mozgást, megalapozzák, ahogy a szakirány nevében is van, sportalapozó képzés, tehát hogy megszeressék, megszokják, és a későbbiekben könnyebben tudjanak majd iskolás korukban sportágat választani, hiszen itt óvodáskorú gyerekekről beszélünk. Az új szak kifejezetten gyakorlatorientált lesz. Az óvodapedagógusok, pontosabban a hallgatók, miközben ezt a képzést elvégzik, ne csak elméleti szinten szerezzék meg a tudást, hanem a gyakorlatban is találkozzanak ezekkel az eszközökkel, találkozzanak a pályával, illetve ki tudják próbálni azokat a játékokat, amiket később a gyerekekkel az óvodában kell játszani. Ugye mi a játékos testnevelés, testmozgásnak a hívei vagyunk, mi azt mondjuk, hogy ebben a korban a gyerekekkel meg kell szerettetni a mozgást, azt pedig a játékon keresztül tudjuk megcsinálni, és több száz olyan játékunk van, amiben elrejtettük a különböző sportágak mozgáskultúrájának az alapelemeit. Az alapítvány egyébként 2011 óta dolgozik azon, hogy országszerte minél több óvodában megvalósítsa az Ovi Sport programot. A céljuk, hogy támogatást nyújtsanak az óvodáskorú gyermekek mozgásához, képességeinek fejlesztéséhez, sportolásához és utánpótlás neveléséhez. Az alapítványunk minden évben meghirdeti a pályázatát. Itt lehet pályázni Ovi Sport pályára, eszközkészletre és a hozzá kapcsolódó óvodapedagógus képzésre. Idáig 460 óvodába jutottunk el, és több mint 3600 óvodapedagógust képeztünk ki alapítványi szinten, és reméljük, hogy most az egyetemmel karöltve még több óvodapedagógushoz tudunk eljutni. A tervek szerint elindítják majd a Buzánszky Jenő ösztöndíj programot is, annak érdekében, hogy ezzel is segítsék a szakra jelentkező hallgatókat. Intézetté nőtte ki magát a Debreceni Egyetem könnyű zenei képzése. Idén januártól már a zeneművészeti kartól függetlenül működik. A könnyű zenei intézetben felnőtt képzés és szabadon választható kurzuson is zajlik az oktatás. 4 féle hangszer közül választhatnak a zenekedvelők, és énekoktatás is elérhető. Az intézet célja a zeneművészeti karon elérhető klasszikus zenei előadóművész alapképzéshez hasonlóan egy könnyű zenei BA képzés elindítása. Az alapoktól a hangképzésen át a színpadig. A könnyű zenei intézetben a hallgatók egyenként vehetnek részt személyre szabott oktatásban. Emellett a fél év során zenekari gyakorlat is van. Illés Katalin első éves turizmus vendéglátás hallgató szabadon választható tárgyként vette fel a könnyű zenei képzést Erdős Tóth Fruzsina énektanárnál.
Úgy kezdődnek az órák, hogy minden óra előtt Fruzsival mi egyeztetünk, hogy mikor lenne jó, hogy jövünk, és akkor kialakul egy ilyen állandó beosztás. Például most nekem úgy van, hogy én minden szerdán járok az egyetemi óráim közti szünetben, és minden óra úgy kezdődik, hogy legalább egy ilyen 25-30 perces hangképzéssel, aztán pedig megnézzük az aktuálisan választott dalt. A hallgatók még ha hobbiból is kezdik el a képzést, fontos szakmai tudnivalókat sajátíthatnak el a gyakorlatorientált képzésen. Erdős Tóth Fruzsina énektanár, jelenleg személyesen 4, online pedig 3 tanítvánnyal foglalkozik. A személyes oktatás az tulajdonképpen úgy zajlik, mint bármely más zeneiskolai keret között. A diákok egyesével külön jönnek órára. Én igyekszem az óráimat úgy felépíteni, hogy egy hangképzést kapnak, illetve utána egy bizonyos dallal foglalkozunk, amit vagy közösen választunk, vagy a diák választ ki. Zajlanak az órák, és mellette egy bizonyos idő után elkezdenek zenekari gyakorlatra is járni, ugyanis a fél évnek várhatóan majd az lesz a vége, hogy egy gálakoncerttel búcsúznak tulajdonképpen, vagy mutatják be azt, hogy mit tanultak egy szemeszter alatt. Az egyetem zeneművészeti karán 2018-ban indult a könnyűzenei képzés. Akkor a zeneművészeti karhoz tartozott, de idén januártól intézeti keretek között működik tovább, a kartól függetlenül. A könnyűzenei intézetben az énekoktatás mellett 4 féle hangszer közül választhatnak a zenekedvelők, a dob az egyik hangszer a repertoárból. Emellett gitáron, billentyűsöken és basszusgitáron is tanulhatnak a hallgatók. Tóth Zsolt dobtanár elmondta, az oktatás az ő óráin is sokrétű. A dobórák elsősorban szintfelméréssel kezdődnek, ugye különböző helyről, különböző tapasztalatokkal érkeznek a növendékek. Felmérem, hogy ki milyen színvonalon játszik, kinek milyen az ütés technikája, és egyénre szabottan zajlanak az órák, de nagy általánosságában ütés technikázunk nagyon sokat, ez ugye nagyon fontos minden hangszeres számára, illetve onnantól kezdve kicsit figyelembe veszem a diákoknak az érdeklődési irányát, és személyre szabottan haladunk. Próbálok nekik minél többet élőben dobolni az órán, hogy hallják, hogy milyen az, amikor egy hangszer úgy szólal meg, ahogy annak nagyjából meg kellene. És szerintem ez a legjobb inspiráció a gyerekeknek. Az intézetben felnőtt képzésben és szabadon választató kurzuson is lehetőség van a képzésre. Az oktatás jelenleg online és jelenléti módon is zajlik. November 11-ével ugye megszűnt a gyakorlati oktatás. Ez ugye most visszaállt olyan szinten, hogy ezeket a hangszeres órákat meg lehet tartani, és a zenekaros foglalkozásokat is, de hát ugye nagyon sokan nincsenek itt, külföldi diákokra gondolok elsősorban, az egyetemisták többsége szintén online oktatásban vesz részt, tehát hogy úgy mondjam, kicsit kisebb létszámmal dolgozunk most. Az intézet célja azonban a zeneművészeti karon elérhető klasszikus zenei előadó művész alapképzéshez hasonlóan egy könnyű zenei BA képzés elindítása. Kapusi Kálmán, az intézet megbízott igazgatója úgy véli, az itt folyó szakmai munka egyedülálló az országban. Most is működik zenei előadó művész BA képzés a zeneművészeti karon, csak nyilván az klasszikus zenei formában, ez könnyű zenei formában tulajdonképpen hasonlóan épül fel, ugyanúgy 6 fél éves 180 kreditpontot kell teljesíteni a hallgatóknak. Vannak főtárgyú órák, zeneelméletórák, minden egyéb olyan a képzéshez kapcsolódó órák, amelyek szükségesek egy előadó művész képzéshez. Az akkreditált alapképzés a tervek szerint akár már néhány éven belül megvalósulhat. A Debreceni Egyetem Konfúciusz Intézetének szervezésében kínai holdúj év kiállítás nyílt az egyik piac utcai kirakatban. A rendhagyó tárlat 39 kínai művész alkotását mutatja be. A Piac utca 28 szám alatti kirakatban elhelyezett nagy felbontású monitoron láthatják az érdeklődők a Tianjini Képzőművészeti Akadémia művészeinek alkotásait. A képek a több mint 1000 éves kínai tájképfestészeti hagyomány továbbélését szemléltetik. A kínai képzőművészet változatos és mozgalmas. Egymás mellett élnek és egymásra hatnak a kalligrafikus, tus- és akvarellfestők, a realista olajfestészet művelői, valamint a kísérletező kedvű média művészek. A kínai holdúj év kiállítása különböző irányzatok változatosságát, a kelet és a nyugat, valamint a régi és az új békés együttélését mutatja be, illetve elősegíti a Magyarország és a Kína közötti művészeti és kulturális párbeszédet. A különleges belvárosi tárlat február 26-áig tekinthető meg.
A Debreceni Egyetem legnagyobb kampusza mintegy 20 hektáron terül el. A Böszörményi úton 1939-ben kezdődött meg az építkezés. Azóta folyamatosak a fejlesztések. A magas minőségű oktatás mellett a hallgatók számára a kulturált kikapcsolódás is garantált. Ma már foci, kosár, sőt teniszpálya is szolgálja a hallgatók szórakozását. Hatalmas zöld felület, parkosított terek, épületek a fák ölelésében. Ideális környezet egy kellemes sétára az év bármely szakán. A Debreceni Egyetem legnagyobb kampusza a Böszörményi úton épült ki. A 20 hektáros terület természeti és épített örökségben is gazdag. A kampuszon több mint 80 éve kezdődtek meg az építési munkálatok. 1942-ben én épült meg a Debreceni Egyetem Agrár Karának az akkori főépület, ami mögöttem látható. A következő jelentősebb beruházás a kollégium, ami a 63-ban épült, illetve a fiászterem az étteremmel együtt. A főbejáratot Liszkai Kovács Zoltán különleges domborműve díszíti, ami hűen tükrözi a hortobágyi pásztor életet. A II. Világháború idején újonnan átadott főépületet az akkori debreceni Magyar Királyi Középfokú Gazdasági Tanintézet vette birtokba, ami a mai Balázsházi Gyakorlóiskolának a jogelőd intézménye volt. Mintegy 10 éven át középfokú agrároktatás folyt az épületben. Majd 1953. szeptember 1-én kezdte meg működését a Debreceni Mezőgazdasági Akadémia. Az épület bal szárnyát csak 3 évvel később, 1956-ban építették hozzá. Ennek nyomát még ma is felfedezhetjük. A színeiben eltérő burkolat most is jelzi, hol kezdődik az utólag hozzáépített rész. Az agrár felsőoktatás és a kutatások olyannyira meghatározták Debrecent, hogy a kampusz mögötti városrészt Akadémia kertnek nevezték el, és az Akadémia utca elnevezése is innen ered. Ez az épület szintén elmúlt 80 éves, ma a Földhasznosítási Műszaki és Területfejlesztési Intézetének otthona. Az évtizedek során többször is átépítették annak függvényében, milyen funkciót töltött be. Így például a főbejárat is átkerült az eredeti helyéről. Most jelenleg MTA épületnek hívjuk. Ennek az épületnek a funkciója, a korábbi igazgató lakott benne, lakás volt, illetve hivatal is, és a mai napig egy intézet használja rendszeresen. A 60-as évek elején jelentős építkezések folytak a kampuszon. 1964-ben adták át az új tanulmányi épületet, ami magában foglalja az aulát, amiben akár 1200-an is elférnek itt egyszerre. Nem csoda hát, hogy egyre több közösségi és kulturális rendezvény kapott itt helyet az évek során. Az egyik legismertebb program a sárgulás. Az agrárkarosok már a II. Világháború idején is felvonulással zárták az utolsó egyetemi évüket. A hagyományt a 70-es években élesztették újjá. A végzősök díszes hintókkal és szekerekkel vonulnak végig a városon. Az agrárképzés mintegy 200 hallgatóval indult Debrecenben. A milleniumra már 2000-en tanultak a karon. A hallgatói létszám, illetve a diverzifikáció, az oktatásnak a sokszínűsége, illetve a multidisziplinaritása miatt több intézet, több kutatólabor, több oktatóhely alakult a kampuszon. Szerencsére a körülöttünk lévő 20 hektár terület erre lehetőséget adott, tehát tulajdonképpen a halbiológiától, az élelmiszer technológiáig, a bemutatókertekig, van egy kis erdőnk is, üvegházaink vannak, tehát sok minden olyan gyakorlati hely, ami gyakorlatilag az oktatásunkat szolgálja, mind-mind ezen a kampuszon kapott helyet. Az oktatásra kijelölt épületek mellett a kampuszon számos lehetőség van a sportolásra is. Amatőr és profi, egyéni, illetve csapatsportok kedvelői is kipróbálhatják magukat. Ennek a helynek, ami rendelkezésre a helynek a nagyon okos hasznosításának a következménye az, hogy itt például itt vannak az egyetemi sportpályáinknak egy jó része, sőt nagyon jelentős fejlesztés előtt is állunk, van hely hozzá, tehát gyakorlatilag kosár, kézi, padel, tollas, illetve teniszpályáink is lesznek itt ezen a kampuszon. A másik fontos pedig a kulturális életnek a támogatása, hogy az Odeon, mint egyetemi színház terme is itt található, ez annak idején is ennek épült, most felújítva várja majd a kedves nézőket. A mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar mellett a gazdaságtudományi kar is ezen a kampuszon kapott helyet. Az utóbbi büszkélkedhet a legtöbb hallgatóval. Több mint 5000-en tanulnak itt. 1999-ben az akkori Debreceni Agrártudományi Egyetem tanácsa döntött arról, hogy a karból, a mezőgazdaság tudományi karból kiválva létrehoz egy önálló intézetet,
amely később karrá alakulhat. Ez az akkori Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet volt, amely 2 évig önálló intézetként működött, és 2 év után kapott engedélyt a MAP-tól arra, hogy önálló karrá alakuljon, és 2002-től önálló karként működik a jelenlegi helyszínen, a Böszörmény úti kampuszon. Ebben az időszakban Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar néven működött, egészen 2009-ig, amikor Gazdaságtudományi és Vidékfejlesztési Kar néven folytatta tovább a működését. Abban az időszakban jellemzően még ugye a kampusz épületeit, infrastruktúráját tekintve, a kar a főépületbe, az akkori Agrártudományi Egyetem főépületébe, illetve a 2000-ben az épp mögöttem látható kari épületbe kezdett el működni. Ezt követően egy folyamatos fejlesztés következett a kampusz területén, ami további épületek, oktatási épületek megjelenését jelentette, a fényháznak a megépülését, majd a magháznak, amelynek épp a teraszán is állunk most. A kampusz egyik ikonikus épülete a kazánház is, ami 2002 óta egyetemi klubként üzemel. Ha hangos a kampusz, akkor az ok minden bizonnyal itt keresendő. Itt ugyanis a legkedveltebb DJ-k és előadók szórakoztatják a hallgatókat. Az elnevezés nem véletlen. Az épület eredetileg tényleg egy kazánház volt. 1965-ben a kampuszt földgázszolgáltatásra kapcsolták át, és ennek volt a központja a kazánház. Az egyetem a magas színvonalú oktatás mellett törekszik a minőségi, kulturált kikapcsolódás lehetőségét is megteremteni hallgatói számára. Két karnak a hallgatósága a közel 7-8 ezer hallgatói létszámot ér el, ebből több mint 5 ezer a gazdaságtudományi karnak a hallgatói létszáma. Ehhez az előbb említett folyamatos infrastruktúra fejlesztés, ami egyébként nem csak az oktatási épületekben jelenik meg, hanem szintén a mögöttem látható sportkomplexumok, szabadtéri sportpályák vonatkozásába a hallgatóinknak kiváló lehetőséget jelentenek a kulturált testmozgás, az edzés, a mindennapi egészség megőrzésére is. A kampusz területén lévő kulturális értékek a 60-as évekre tehetők. A görög mitológia szerint Európa eredete egy nőrablás történetéhez köthető. Ezt örökítette meg Megyeri Barna szobrászművész 1967-ben. A szobor eredeti címe Bika női aktal. A kollégium előtt pedig Veres Péter figyeli a teret. A korábban diákotthonként funkcionáló Koli 1975-ben kapta meg az író nevét. Érdemes nyitott szemmel járni a kampuszon, bárhol kincsekre bukkanhatunk. Önök a kampuszt a Debreceni Egyetem havonta jelentkező magazinját látták. Tartsanak velünk egy hónap múlva is, vigyázzanak magukra. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!